Sziasztok! És üdvözlök titeket az együnk, nem tudom, hanyadik részében. Szóval, a következő részben. Sziasztok! Már biztos találkoztatatok barátnőmmel, Kingával a két videóban is, egy videóban, meg egyikben a hangjával. Volt a Tourmix videó, itt lesz a link, meg a másik a szlovák édességek, az együnk kéttel ezelőtti része. De! A mai részben, mint ahogy az előző részben mondtam, rendeltem kitketeket. Japán kitketeket és ilyen kicsi bombonokat. Most ezeket fogjuk mindegyiket megkóstolni. Ez a Sushi Candy Kit Kat and Tirol Chocolate Set. Szóval van 15 darab kitketünk és 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 és 15 darab kis bombonunk. Most a kis bombonból annyi, hogy van, amelyikből csak egy van. Itt láthatjátok a képet az összesről, nézzétek végig, vagy állítsátok meg a videót. És van egy kis papírunk, ami segít nekünk, hát az a baj fekete-fehér, tehát elég nehéz lesz megállapítani, hogy mi milyen ízű. Csináljuk úgy, hogy a papíron sorra megpróbáljuk megkeresni, amik van. Ez a legegyszerűbb. Szóval kezdjük az elsővel, a klasszikus KitKat. Hát ezt meg kell kóstolni? Igen, hogy milyen az alap. Igen. Jó, ezt kezdem én, utána jössz rá. Ezt mondtam én. Reméljük, mind szavatos női. Parancsolj. Köszönöm. Tehát a klasszikus KitKat, ezt mindenki ismeri. Hát most... Belátom az egészen. Ez finom. Hát finom. Megkező. Az előző videóból ismerős lehet macsa. Az a zöld teás. Tehát ez a sima zöld, említek zöld tea ízű. Ilyet már az előző videóban ettem. És íz lett. Nézzétek meg nyugodtan. Először mondom, ú, de furcsa, mert ugye látjátok, ez zöld. Tehát elég érdekes. Szaga is érdekes, de finom. Ami nem át kell. A vége jó, az eleje furi. De teás. Jó. Következő. Fekete csokis. Azt tudja jó. Szerintem fekete, fekete. Ét. Igen, igazad van, ét csoki. Csak ugye dark chocolate. Ez ugyanúgy néz ki, csak feketébe csokia. Jó. Jó. Még azt mondom, hogy jobb, mint a sima. Nem? Nem. Nem? De. De. Nekem jobb. Következő az... dinnye és mascarpone. Hogy megmutassam nektek, tehát elég nehéz rájönnünk, hogy mi. Igen, ez ilyen zöld és hogy mi van rajta. Semmi. Zöld és keresztbe japán feliratok. Mi színe van? Hol barack színű a belseje. Látjátok? Ú, de jó dinnye illata van. Úristen, jöjjtem már mégis a te? Nem olyan. Finom. Nagyon jó, ez sárga dinnye. Ez nagyon jó. Dinnyés csoki, vagy kell. De a mascarpone-t nem érzem. Nagyon, nagyon finom. Ez valamilyen külön szerezni kell. Következő, ez ismét egy matcha, de új matcha, vagy uji, nem tudom, hogy kell kiejteni. Ez a legjobb matcha, tehát a legjobb tea Kyoto-ból. Ez ez. Ismertető jele, hogy ugyanúgy keresztbe feliratos, csak zöld tea levelek vannak, ugye a matcha levelek vannak. Kíváncsi, hogy lesz-e különbség. Színe ugyanolyan. De az ízben, hogy ez nem csak sima matcha, hanem a legjobb matcha. Eks. Ugyanaz. Ez jobban érhetni rajta szerintem. A dinnye után nem olyan jó. A dinnye is. Azt tudjuk csinálni, hogy három kedvencet kiválasztunk belőle. Idáig első helyen áll a dinnye. Egyértelműen. Jó. Következő az epres. Kíváncsi vagyok. Hogy leverje a dinnyét. Szerinted jobb, mint a dinnye? Nem. Nem. Rózsaszín. Ú, nagyon, nagyon erős. Újra jó. Finom. Magában az ostjában van a... Ez a ilyen savanyú. Savanyú, savanykás. Nagyon finom. Ú, hát ez is kap egy strigulát. Nehéz, nem? Nem hasonlít. Következő, ez már érdekes. Édes krumpli. Édes burgonya, ki hogy hívja. Általában ez amerikaiaknál nagyon-nagyon kedvelt, itt is sokan szeretik, nem mint Angliába. Otthon van, lehet kapni, de... Krumpli cukra. Édes krumpli. Lehet. Édes burgonyát. Nem is nem láttam otthon. Én nagyon szeretem, egyébként nagyon-nagyon finom. Sütőtökhöz hasonlít az íze.
Parancsolj. A csomagolását nem mutattam. Egyébként sima, mint a fehér csoki lenne, és egy ilyen kislány van rajta. Sütőtök. Nekem ez nem. Ez egy sütőtökös csoki. Hogy jobban megértsétek, aki még nem evett édes krumplit, ez sütőtök. Jó. Nagyon. Nem rossz, csak de. Furcsa. Kell egy kis vizet. Ez biztosan nem kerül be a kedvenceim közé. Következő. Júj, most van a legjobb. Wasabi. Csípős. Tehát kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz csípős. Az illata nem érhet. Az illata nagyon jó. A színe zöld. Kíváncsi vagyok, hogy csípni nem fog-e. Nem szeretem wasabi. Nem? Én nem. Szeretem, de nem KitKatben. Tehát egyébként így néz ki. KitKat, X. Én bakapom megérzem. Ez boldog. Ez nagyon rossz. Dettóra wasabi íze van. Nem tudom, hogy sikerült így eltalálniuk. Úristen. Még az orromon is érzem a szagát. Komoly. Borzalmas. Hát kérdően szántamból nem megy. Aki szereti a wasabit meg. Sem. Én nagyon szeretem a wasabit. De azért... Ilyen krémes. Édes is. A baj az, hogy édes. Tehát nem tudom, nekem a wasabi az nem édes. Viszont nem csíp, kicsit sem csíp. Én azt hittem, hogy csípni fog. De nem csíp, csak nagyon furcsa. Ez sem lesz kedvenc. Következő az Benimo, amihez az van nekünk ide írva, hogy lila krumpli. Lila burgonya ízű. Tehát ez ilyen, van rajta egy kis lila valami. Egy cupcake olyan. Lila színű. Gondolni lehetett. Láttam már lila krumpli? Nem. Én sem. Fehér csoki lenne, vagy semmi. Jön a lila krumpli. Akkor szeretem. Ez mint egy sima fehér csokis kitket. Uh-huh. A következő pedig cseresznye és macsa ízesítésű, tehát zöldtea. Cseresznye is, cseresznye is. Ez jó lesz. Cseresznye és zöldtea. Jól hangzik. Miért zöldet? A macsa befogta. Macsa illata van. Ez ugyanolyan. Mm-mm. Mezed a végén? A végén kicsit. Nem tetszik. Annyi macsát ettem. Következő, ami pedig sake. Azaz, ez egy japán ital, olyan, mint nálunk a pálinka, csak értelemszerűen nekik sok a rizs, úgyhogy ők rizsből készítik. Rizs pálinka ízű. Na én ittam már sake-t, ugyanis japán éttermekben, sushi bárokban van. Fehér színű, és esküszöm, a belső rózsaszínen. Aha. Kíváncsi vagyok, milyen illata van. Hú, de érezni. Ne. Mintha... Pálinka. Mintha pálinkát. De egy csokiban, ezt képzeljétek el, pálinkás csoki. Aki szereti a pálinkát, annak ez... Én nem szeretem. Kicsit. Mindegy. Úr. A... Szerintem aki a piát szereti, az annak se fog be. Mondjuk lehet. A nagy pálinka kedvelőknek szerintem ez lett a kedvenc kitketjük. Nekem nem lesz. Borzalmas volt. Pálinkás kitket. Palacsinta ízű. Sajt. Ajaj. Sajt szaga van. Cheesecake. Nem. Nem tudom. Én epres sajt. Azért éreztem én cheesecake ízt, mert ez epres cheesecake ízű. Ez finom. Szóval az epres cheesecake ízű nagyon-nagyon finom. Jöjjön ez. Ez pedig Halloween break. Tehát mostani íz. Ez sütőtök puding ízesítésű. Egyébként október 30-a van ma, úgyhogy boldog Halloween. Az 31? 31. Nem baj. Jó, ez már most tudom, hogy... Aha, ez ilyen sütőtök sárga. Ez nagyon büdös. Sütőtök. Amit szeretek. Na most. Hú. Nagyon szeretem a sütőtököt, de nem csokival. Nem. Nem. Ez nem jó. Raspberry, utolsó előtti kitket. Mála. Szép rózsaszín. De jó illata van. Ez illatosítónak is simán elmenne.
Ennek is olyan savanyú. Ez finom. Műíze van. Nagyon. Nagyon műíze van, de finom legalább. Az utolsó KitKat, ami nem más, mint húsvétos. Húsvétos KitKat. Igen, ez a pancake-es. Ez a... nem tudom, hogy kapcsolódik a húsvéthoz a palacsinta. Hát ott. Tehát nem tudom látni-e, de... ilyen nyuszi van a KitKatben benne, a csokiban magában. Nagyon aranyos, mindegy, ezt. Nekem ízlik. Nem? Nem. Most ide ilyen kávé. Szerintem finom. Nem finom. De. Nem? Nem. Nekem ízlik. Jó. Jöjjenek!